szeretnék nektek bemutatni néhány otthon végezhető gyakorlatot. Széke. Mindenkinek van otthon egy gumi szalag kell hozzá, és rossz idő vagy hűvösebb esetén meg tudjátok csinálni a lakásban is. Bokára tesszük föl a gumi szalagot, megfogom a szék a karfáját, és előre húzom az egyik lábamat, egyenes a gerinc, húzom feszülésig a szalagot, kezdhetek 40 darabokkal, utána ugyanezzel a lábbal oldalra húzom, végig egyenes a hát, arra figyelj, szintén 40 darabot, és ugyanezzel a lábbal hátrafelé húzok, feszül a szalag, arra figyelj, hogy párhuzamos a lábfej, és végig egyenes a hát. Ha készen vagyok a 40-40 darabokkal, utána picit megpihenek, és kezdem a másik lábbal, szintén előre húzok, 40-et, oldalra 40 darab, próbáld feszülésig húzni, és 40 darab hátul. Jó, ha készen vagyunk, nyilván tízesével lehet fölfelé haladni és emelni a sorozatszámokat, rálépek az egyik lábommal a szalagra, egyenes a hát, és húzom föl, combfeszítő dolgozik, leengedem, húzom. Emel a tér, itt is figyelj, nem pumpos a hát, végig egyenes a háttal. Jó, ha készen vagyok a 40 darabbal, jöhet a másik oldal. Húzom szép lassan, feszül vissza, engedem. Emelem a térdet, egyenes a hát, végig. És visszaengedem. Szintén 40-40 darab. Jó! Következő feladat. Még mindig csak mutatom. Ezeknek vannak, múltkor kérdeztétek, változatai színekben. Nyilván valamelyik könnyebb, valamelyik erősebb. A fekete szalag például, a sárga, piros általában könnyebb szokott lenni. Ez olyan közép erősségű a zöld szalag. Jó! Oldalt emelem a lábat, és keresztbe behúzok előre, belső comb dolgozik. Tehát emelem, és húzom. Emelem, és húzom. Mehet szépen 40 darab. Itt is feszüljön a szalag. Ha készen van a 40 darab, másik oldalról húzom keresztbe. Oldal, és húzod. Oldal, és húzod, egyenes a hát, végig. Jó. Amit még székkel tudsz otthon csinálni, akár kijövök a szélére, triceps dolgozik, leengedem, visszatolom föl, engedem, vissza föl. Ezt duplázva is végrehajtom, lent, lent, fönt, fönt. Lent, lent, fönt, fönt. Lent, lent, fönt, fönt. Térmunka, illetve lábmunka is jöhet hozzá. Húzom a térdem mellkashoz. Néhány opció. Emelheted nyújtva egyik, másik oldal tartod. Emelet piciket, combfeszítő dolgozik. Nyithatod és pici terpezbe. Egyik oldalra szintén tartom. És másik oldalra. Itt is emelheted föl piciket. Jó. Átfordulunk. Még mindig a szék a segítségünk. És itt is húzom, visszaengedem. Szép lassan húzom, visszaengedem. Húzom, visszaengedem. Másik láb, húzod előre, visszaenged. Húzom, visszaenged. Húzom, visszaenged. Mehet pici szögdelés, terpezzár, tempósan tért húzás. Jó, és ha van még otthon gumilabda, leülök a székre, egyenes a gerinc, viszintes a két könyök, és nyomom össze, erőt fejtek ki, összenyomom,
elszámolsz 20-ig, 30-ig, és kiengeded. Összenyomom, egyenes a gerinc, tartom, és lazára engedem. Jó, és fordulhatsz is, nyomom össze a labdát, elfordulok, vissza közép, másik oldal. Végig a labdát nyomom, tehát erőt fejtek ki, nem engedem el, és csak a felső testem dolgozik, lábam nem mozdul. Jó, és most engedem le. Mehet még előretolás, fölemelés. Lentről hozom föl. Egyenes a gerinc, végig, akinek esetleg dereka fáj, háta fáj, jól megnyúlsz fölfelé, és szép lassan hajtod végre a gyakorlatokat, figyelj oda rá. Tolod előre, és forogsz egyik, másik oldal. És vissza. Azt gondolom, hogy tudtok ebből csemegézni, rossz idő esetén, és remélem hamarosan, most már fokozatosan találkozunk személyesen. És vigyázzatok egymásra, magatokra, sziasztok!